A 13. országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat észak-alföldi regionális díjátadóján vagyunk most jelen. Ugye 13. alkalommal rendezi meg a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza, valamint a Kézműves Alapítvány ezt a rangos pályázatot. És mi, a Bihari Népművészeti Egyesület büszkék vagyunk arra, hogy ennek az észak-alföldi régiós lebonyolítói, szervezői, házigazdái lehetünk ismét. Utolsó előtti állomásához érkezett a 13. országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat. Az észak-alföldi régió kiállítás megnyitójára és díjkiosztó ünnepségére október 4-én került sor a művelődési házban. Muraköz István polgármester az alkalom különlegessége mellett a nap legnagyobb eredményéről is beszélt. Itt alkotó emberek vannak, akik nem beszélnek valamiről, hanem alkotnak. És azt gondolom, hogy ennek a mai napnak ez lesz a legnagyobb eredménye, hogy megláthatjuk, hogy mik azok a nagyon szép alkotások, amellyel a versenyre, illetve a pályázatra jelentkezők pályáztak és a pályaművőket elhozták. És éppen emiatt különleges is ez. Én jó magam sportoltam évtizedeken keresztül, de mindig a versenyeknek volt egy különleges hangulata. És azt gondolom, hogy ez a mai nap is egy verseny, még hogyha pályázat néven is van. Amikor ezek az oklevelek, illetve a helyezések kiosztásra kerülnek, az mindig egy ilyen különleges érzés azoknak a szívében és lelkében, akik felkészültek erre a versenyre. Tehát emiatt is különleges ez az alkalom, de amiatt is, hogy a népi kézműves mesterségek nyugodtak lehetnek, hisz az a család, az bőven gyarapodik. És nem csak a felnőtt és az érett alkotók gyönyörködtetik meg ez iránt érdeklődőket, hanem nyugodtak lehetnek, hisz az utánpótlás is biztosítva van. A tárlatot megnyitó Veszprémi Katalin elsőként a pályázat kiíróinak célkitűzéséről szólt. A pályázat kiíróinak célja kezdetektől változatlanul az a nemes célkitűzés volt, hogy ösztönözzék a fiatalokat, az iskolákat, a kézműves közösségeket, nem utolsó sorban az oktatómestereket arra, hogy tehetséges, fiatal tanítványok számára ez a pályázat bemutatási lehetőséget, megméretést teremtsen, melynek végső célja a magyar népi kézműves hagyományok méltó továbbéltetése. Összegezve az idei év eredményeit, most már országos szinten, az látszik, hogy azok az iskolák, szakkörök tanulóinak kiváló munkái jelentik a pályázat törzsanyagát, ahol a tanárok elhivatottak, valódi mesterek a szó legnemesebb értelmében. Sajnos országos szinten nézve egyre fogy a pályázók száma, aminek az is oka, hogy oktatási rendszerünkből hiányzik a népi kézművesség, a népi kultúra oktatása. Kivétel persze a szakképzés. Ez szerencsére az itteni pályázati kedvre nem érvényes. Ezen a kiállításon látunk több olyan alapfokú művészeti iskolát, alapítványt, ahol felismerték a népi kultúra pedagógiai eredményességét, hasznosságát. Hiszen a mai gyerekek ezzel a kultúrával már másutt nem találkozhatnak, az iskolák, művészeti iskolák általában nem adnak át tudatosan felépített népi kézműves ismeretanyagot, kézművesség néven említett foglalkozások nagyon sokszor nagyon heterogének, üvegfestéstől az arcfestésig sok mindent értenek alatta. Nincsen kifejezetten népi kézműves művészeti iskola ezen a területen, amiért csapataink még most is harcban állnak. Külön dicséretes törekvés a Bihari Népművészeti Egyesületé, mely azt tűzi ki, hogy patronálja ezeket az iskolákat és alkotó gyerekeket. De e kiállítást szemlélve, örülve az eredményeknek, nézzük meg, mitől szépek ezek a tárgyak, mitől kiválóak azok a műhelyek, akiknek a munkáit most itt láthatjuk. Elsősorban a mesterektől. Manapság közhelynek számít már,
hogy sajnos megszűnt a hagyományok, hagyományos mesterségek, apáról fiúra, anyáról lányára való átörökítése. Ezt a szerepet a közoktatás, felnőttképzés és közművelődés veszi át, és ebben a mester szerepe kulcsfontosságú, nagyon fontos. Hiszen a jó mester nem csak kiváló mester, szakember, de kiváló ember is kell legyen, aki nem csak tanít, de nevel, példát ad úgy szakmai szempontból, mint emberi tartás területén. Minden fiatal pályázó mögött ott van a kiváló mester, akinek elhivatottságát, szakmai tudását, elkötelezettségét nagyon fontos kiemelni, tisztelni és megbecsülni. Először is korunkra jellemző magatartás mintáktól eltérően a jó mester egyik érve a szakmai alázat, a munkakultúra átadása. Ha valaki meg tud valamit jól csinálni, de mégsem úgy teszi, az bűn, mondták a régi mesterek. A kézművesség egyik alapkövetelménye a tisztességgel elvégzett munka. A jó mester megtanítja a minőségi munka becsületét, azt a perspektívát, hogy a jó mesterember értékes, nem lebecsülendő a mai világban sem, ahol az egyetemi, főiskolai végzettség presztízsének bűvöletében élünk. Ugyanakkor emellett legalább ilyen hangsúllyal bír a hagyományok tisztelete. Bár nem lehet más a célunk, mint az, hogy a mai kor számára készítsünk tárgyakat, olyanokat, melyek a ma emberének környezet, lakás és viselet kultúrájába illenek, épp ezért a legnehezebb feladat az, hogy megtaláljuk, miképp, milyen mértékben és milyen átiratban fogalmazzuk, alkalmazzuk forma, díszítmény és funkció hármasát úgy, hogy szem előtt tartsuk mesterségbeli hagyományainkat. És itt a legfontosabb a mérték, az igényesség és a minőség. A népi kézműves pályázatra három korosztályban, kettő gyermek és egy ifjúsági kategóriában lehetett munkákat benyújtani. Az Észak-Alföldi térség pályázói Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Bereg és Jász-Nagykun Szolnok megyékből kerültek ki. Itt az utánpótlás korosztály az, aki megmutatkozott, és azért ezeknek a mesterségeknek a szempontjából ez mindig hangsúlyos. Sokszor megkérdezik, hogy hogyan áll az utánpótlás kérdése, meddig fognak ezek a mesterségek életképesek maradni. Ilyenkor, mikor egy ilyen kiállítás közepén állunk, és találkozunk személyesen is az alkotókkal, akkor optimisták vagyunk, hogy van létjogosultsága ezeknek a mesterségeknek. Háromtagú zsűri bírálta el a beérkezett pályamunkákat. Magyar Zita Fezekas népiparművész, Hutkai László bőrműves népiparművész, és Eftót Mária, aki pedig országosan mindenhol a zsűri elnöke volt minden régióban, ő a Népművészet Egyesületek Szövetsége Képzési és Oktatási Bizottságának a tagja, több évtizedre foglalkozik ezzel a korosztállyal. Ezeknek a pályázatoknak milyen jelentősége van? Hát a leginkább az, hogy ez a korosztály is egy komoly szakmai grémium előtt tudja megmutatni azt, hogy hol tart, hogy mit ért el idáig, és nyilván az lenne a szándéka, a célja ezeknek a közös rendezvényeknek, hogy kapjanak egy plusz impulzust, hogy kapjanak újabb töltést ahhoz, hogy ezeket a mesterségeket folytassák, hogy ezeket tovább tanulják, hogy tovább gyarapítsák mind a tárgyi tudásokat, mind pedig a közösségben találják meg a maguk helyét. És ez a régió utánpótlás szempontjából hogyan áll jelenleg? A második legtöbb pályázó az Észak-Alföldről nyújtotta be a pályamunkáját, a Dél-Alföld az első, tehát összességében az alföldi terület kimagaslik számban az országos átlagtól. Nyilván ennek sok indoka is van, tehát akár a művészeti iskolák, akár ugye az Alföldön működő Nádudvari Szakképzőiskola, Szakközépiskola, az egyesületek, szervezetek együttműködése ezt nagyban befolyásolja, de azért, hogyha az országos nagy összes nézzük, akkor is tehát sok ezres tételszámról van szó, ami azért mindenképpen előremutató. A versenyre összesen 352 alkotás érkezett. A 77 pályázóból 54 egyéni, 23 pedig csoportos munka. A zsűri által több mint 260 mű kapott helyet a kiállításon. Elsősorban, és ez volt a meghatározó, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő képességeket vettük figyelembe. És nem tudtunk különbséget
egyetlen nem lehet a kiírás szerint különbséget tenni, hogy akik iskolába tanulnak, vagy pedig a maguk szorgalmából próbálkoznak a mesterséggel. Tehát ilyen lehetőségük nem volt, tehát ez most vagy igazságos, vagy se, az élet ilyen verseny, és akkor ki teljesíti azt, amit tud. Milyennek értékeli a zsűri ezeket a darabokat? Látva a kiállítást, nagyon nagy számú jelentkező és gyönyörű munkákat hoztak. Tehát vannak mesterségek, amelyek itt a mi régiónkban igen-igen gazdag számmal művelnek még. Tehát a szőttes, a nemez, a bőrmunkák is, szűrrátét, fazekas munkák, tehát ezek olyanok, amelyek, hála Istennek, még itt az utódképzés az még nagy számban történik. Hát aztán szomorúak is lehetünk, mert mondjuk szálas anyag, amit a mi vidékünkön ugye ugyancsak terem, abból valami keveset lehet látni. A 13. országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat nyerteseinek díjazása és az emléklapok átadása mellett több külön díj is gazdára talált. A nevezett pályaművekből álló kiállítás október 31-ig tekinthető meg a Bihar Vármegye Képgalériában.